valamit mondanunk kéne a szlávokról is. Tehát kik voltak a szlávok? Tehát ugye én sorra mutatom ki Európa különböző nemzeteiről, hogy ez se volt szláv, az se volt szláv, amaz se volt szláv, hát valahol csak voltak szlávok. Akkor hol voltak az igazi szlávok? Hát ugye tudjuk, hogy én a horvátokról kimutattam, hogy ez Csabának Csaba feleségének a korezmi származású rokonsága tulajdonképpen. A lengyelekről kimutattam, hogy tulajdonképpen szarmaták, a bolgárok sem szlávok, ugye, mert ők is hun utódnép, és teljesen joggal tette föl Németh Zsolt nekem a kérdést, hogy akkor hol voltak az igazi szlávok. És ahogy így és egy másik kérdést is föltett, hogy mit kell gondolnunk Cirilről, meg Metódról. Tehát valahol őket is el kéne helyeznünk az időszalagon. És ahogy így a szlávok kérdésén, meg Cirill Metód kérdésén gondolkodtam, amíg a szlávokra visszatérve. Nagyon hamar észrevettem, hogy a szláv népnév az valójában a mi szempontunkban egy rendkívül érdekes népnév. Tudnék, ez a nyugati, tehát a nagy hun törzsszövetség nyugati ága, az ezzel a száli szóval azonosította önmagát. Ez azt jelenti, hogy aranyló, fénylő, ragyogó, fehér. Tehát tulajdonképpen az eftalita hunoknak egyik megnevezése volt ez a száli. Nagyon érdekes, hogy a vandálok, akikről szót ejtettem az első részben, köztük is voltak szilingi vandálok és asdingi vandálok. Az a szilingi szó, ez a száli szóból származik. A frankok között is voltak száli frankok, ripuári frankok. Náluk is ez a száli, ez mindig erre az aranyló, fénylő, ragyogó szóra vezethető vissza, és azt jelentette, hogy fehér, tehát eftalita. És ezt a gondolatot tovább fűzve hamarosan megértettem, hogy ha én azt mondom, hogy szártörzs, vagy ugye Magrebnél ugye szóba került, hogy az áb végződés mindig azt jelenti, hogy valamilyen törzsbeli, tehát azt mondom, hogy szártörzs, akkor ez úgy hangzik, hogy száráb. De ez a száráb később már szerb. De hogyha én ennek az RL hangváltozáson átesett változatát kezdem vizsgálni, az úgy hangzik, hogy száláv. De ez a száláv később már szláv. Tehát tulajdonképpen, és ez nagyon sokaknak nem tetszik, tehát én rengeteg támadást kaptam emiatt, hogy az a nép, amit mi egy tőlünk idegen etnikai entitásként értelmezünk, amelyre úgy tekintünk, hogy hát elrabolták a felvidéket, és hát így, meg úgy, meg amúgy, és utálnak bennünket, mi is utáljuk őt, valójában valamikor a történelmünk hajnalán édes testvéreink voltak. Tehát ez a nyugatra szakadt, nyugati hun nemzetnek az önelnevezése volt, ez a száláb vagy száráb, ami szerb vagy szláv formát öltött. És akkor itt kanyarodok vissza Nagy Konstantinhoz, meg Németh Zsolthoz, aki föltette a kérdést, hogy mit kell gondolnunk a szlávokról, és hol kell elhelyeznünk Cirilt meg Metódot. Elkezdtem gondolkodni Cirill Metód történetén. Mit kell tudni Cirilről? Cirill Tesszalonikából indul. Na ez már önmagában rendkívül érdekes. Tudjuk, hogy Kuber, akit Csabával azonosítottunk, Tesszalonikában telepedik le. Tudjuk, hogy Csaba is pontosan Görögországban telepedett le. És itt ugyanebben a közegben, ahol egyébként szlávok élnek, tehát Tesszalonika környék egy szláv közeg volt Görögországon belül, és a szláv pedig eftalita hun, tehát már kezdenek összeérni a dolgok. Itt fölbukkan hirtelen egy Cirill nevű illető, aki sokat tesz a szláv írásbeliségért, sokat tesz a szlávok megtérítéséért, és aki később elmegy a kazárokhoz, és kazárföldön is tulajdonképpen térítéseket folytat. És ahogy így gondolkodtam, ugye megvásároltam egy könyvet Cirillnek az életéről, és ennek a könyvnek a borítója, hát még föl se kellett lapoznom a könyvet, már a borítója megdöbbentett. Tudnék, a könyv borítóján ez állt, hogy Cirill Konstantin élete és működése. Cirill Konstantin. Hát mit keres a Konstantin név Cirill neve mögött? Kiderült, hogy Cirillnek az eredeti polgári neve Konstantin volt. A Cirill nevet csak egészen későn vette föl, ugye nem sokkal a halála előtt, ez egyfajta szerzetesi neve volt, legalábbis ezt állítja a hivatalos történtudomány. Tehát vegyük észre, hogy Cirill pontosan onnan indul, mint ahonnan ahova Csaba is megérkezett Görögországban, a tesszalonikai környékekről, sokat tesz azokért a szlávokért, akit én az eftalita hunokkal azonosítottam, majd visszatér a kazárbirodalomba, hogy ott is térítsen, mint ahogy Csabáról is föl van jegyezve, hogy visszatért ősei székébe, Szkítiába. Tehát kezdett előttem derengeni, hogy amikor mi Cirillről beszélünk, az valójában, ez az illető valójában nem más, mint Attila fiatalabbik fia, Csaba, akinek úgy tűnik szintén a Konstantin volt, a keresztelés során kapott új neve. Tehát vegyük észre, hogy Attilának van két fia, egyik nyugaton, ő Aladár, keresztség szerint fölvett neve szerint Konstantin. Keleten is van egy fia,
ő ugye Csaba, aki mellesleg Ciril is, keresztség során kapott neve szerint Konstantin. És ezt a két alakot, tehát Attila két fiát mosták össze Nagy Konstantin személyében. Tehát Nagy Konstantin valóban két történelmi alakot gyúr össze, a nyugati Aladárt meg a keleti Csabát. És akkor ezen a ponton hirtelen az is megvilágosodott előttem, hogy hát tulajdonképpen mit jelent az, hogy Ciril? És hirtelen bevillant, hogy hát ez a Ciril szó, hát ugye ez a Kyrillosz szóból ered. Na hát mi az a Kyrillosz? Hát király, az a magyar király szavunk. Tehát vegyük észre, hogy nyugaton is van egy Károly, keleten is van egy Kyrillosz. Nyugaton is van egy Konstantin, keleten is van egy Konstantin. És tulajdonképpen így hirtelen megérti az ember, hogy ezek a történelmi alakok, Ciriltől kezdve egészen Nagy Konstantinig, Nagy Konstantintól egészen Childeriken meg Lodvigon keresztül egészen Nagy Károlyig, ugyanazok a történelmi szereplők, Attila két fia, tulajdonképpen őrájuk épült fel a teljes későbbi keresztény Európa.